Kedves csoport, jól van kívánok, nagy közösség az érdemben szívni, hogy is ma élünk. Tisztelt államtitkár urak, Pábor úr, igazgató asszony, szakértő, polgármester társai, urak, hölgyek és mindenki, aki jelen van a teremben. A legjobb önkormányzati gyakorlatok számomra mindig azért érdekesek, mert a témákat, amikor kitaláljuk és megmutatjuk, akkor visszatérnek bizonyos jelek. És mai nap is lehet látni, hogy egy jelen az nagyon is visszatér, mivel azért a magyar társadalomnak foglalkoznia kell. Az egyik egyébként a magányosztás is fontosnak. A másik pedig egy különleges, ami nem olyan régi időben, de azt is kíváncsian vártuk, hogy a települések mit tudnak kihozni egy olyan helyzetben, amikor bizony csak körzeti megbízott van, vagy az is ritkán van a településen, és hogyan fogadják az emberek a civil kezdeményezésnek azt a regulális formáját, ami megjelenik a polgári tekintetében. Most ez azért érdekes, mert 2007-től jöttem a legjobb kormányzati gyakorlatok, szeretném mindenkinek felhívni figyelmét arra, hogy a belügyminisztérium BM tökének a honlapján nagyon szépen összetett dolgok vannak, és a törőszóra miatt is. Nem kellett találni az új tökéletes jó megoldást, mert Borsod megye, Nemegyforma, Vas megyével, Baranyának, nem csak nagy, semmi között, csak nagy a Csongrádhoz, egész más típusú problémák vannak ott, másképp jönnek az emberek, más a nőtő viszont, más a szocializáció, a domborzati kérdések és mindenféle egyéb más. Viszont abban, hogy hogyan élnek és ott gondolkodnak és hogyan próbálják megoldani a saját problémájukat, a saját hajlamukat fognak kihúzva, ez egy érdekes és tanulságos olvasmány, és arra szeretném kérni valamennyi, hogyha elkezdenek valamilyen dolgot belevágni, akkor mindenképpen a BM-i dolgokat és a törőszolgálatot nézzék meg, mert lehet, hogy valójában jó gyakorlat. Zárok egy annyit,